14 éves a Jambori vármelynek népszerűsége ma is töretlen, ilyenkor igazán elvarázsolt helyé változik a Borivár, ahol bábelőadások, családi programok, táncosok, zenekarok és tűzsonglőrök várták a látogatókat. Az idei évben egy látványos légi bemutató tette még emlékezetesebbé a megnyitót. Mindig bővül, most is egy nagyon érdekes dolog, most már úgy hiszem elárulhatom, mivel hogy eddig meglepi volt, hogy egy 10 éve ezelőtt gondoltunk arra, hogy milyen jó lenne a bólizás alatt, hogyha egy kötéltáncos tűruhába átmenne ott a árkádok fölött, vagy az árkádoknál. Nos, hát az élet meghaladta magát, mivel hogy ezek a Magyar Extrém Sportklubnak a tagjai, vagy mit tudom én, hogy tehát ezek az extrém sportolók, ezek gyakorlatilag a... Ezt megvalósítják most a ma 6 órakor. Hogy miért jó ez a rendezvény, azt nem tudom, talán azért, mert egy kicsit a Kortárs Művészeti Fesztiválnak talán a legfesztivál hangulatúbb fesztiválja, mert kint van, mert a szabadban van, félig meddig egy nagy kertben van, összehozza a családokat, együtt vannak a fiatalok, idősek, a fűben feküdve zenét hallgathatnak, kiállításokat nézhetnek. Te is rendszeresen látogatod a Kortárs Művészeti Fesztivál programjait? Hát igen, mivel ugye apa ennek egy fontos részvevője, ezért én is részt szoktam venni ezeken a különböző programokon, de én is a Borivárat szeretem a legjobban, mert tényleg nem akarom ismételni apát, de tényleg itt mindenki megtalálja a maga elfoglaltságát, akár gyerekek, felnőttek, idősebbek, szóval ez egy nagyon jó program szerintem. Házigazgatóként hogyan értékeli ezeket a programokat? Miért jó ez a program? Hát ez tényleg így van, 14 éven mindig a mi hetünkön vagy a mi rendezésünkben a segítségünkkel készült el ez a, vagy a rendezése ez az ünnepség. Nagyon kellemesek és tényleg emlékezetesek. Én remélem, hogy a városba, és úgy veszem észre, hogy a városlakók szívesen jönnek ide, és szinte számítanak erre. 14. alkalommal szervezték meg a Jamborivárt, érdekes programok, kiállítások, családi programok várják ide a Borivárba az érdeklődőket. Szerinted ez jó ez a program? Hát szerintem nagyon jó, igen, biztosan sok családot ide vonz, ez a nagyvár, ez a kastély, nekem kastély, sok mindent meg lehet nézni benne. És hát a gyerekeknek úgy látom, hogy sok kézműves dologgal készültek, ez már egy vonzó egy családos számára, illetve jön egy egész jó kis bábszínház, amit szerintem majd jó előadást fog adni. És szerinted az, hogy mondjuk ilyen környezetben szervezték ezt a programot, ez is vonzereje lehet? Ó, igen, igen, meg hát az idő is hozzájárul, hogy most ilyen szép az idő, mert nyilván, hogy esőben azért nem lenne jó helyszín, de szerintem nagyon, hát egy kislány meg egy kisfiú számára itt rohangálni a vár körül, szerintem ez egy óriási élmény.